Elhanyagoljuk a dicsőítő imát, pedig az gyümölcsözővé és termékenyé tesz minket, mondta Ferenc pápa január 28-ai homíliájában a Szent Márta házban. A Szent Atya megállapítását Dávid örvendező magatartásának példájával írja le, aki teljes erejéből táncolt az Úr előtt, amikor visszaszerezték Isten ládáját, akár csak Sára, aki fia Izsák megszületése után így adott hálát. A mai ember ajkára azonban nem jön spontán módon a dicsőítő imádság, általában elhanyagoljuk. Pedig Ferenc pápa szavait idézve, a dicsőítő ima nem a karizmatikus mozgalom tagjainak van fenntartva, hanem minden keresztény számára nyitott. Akik pedig azt állítják, hogy ilyenfajta imára nem képesek, azoknak a focis gólörömöt említette ellenpéldaként, amikor örömújjongásban törünk ki. Mint mondta, Isten magasztalása nem kerül semmibe. Nem kérünk, nem köszönünk meg semmit, csak dicsőítünk. Teljes szívünkkel kell imádkoznunk, mondta a Szent Atya, végül arra hívta a híveket, hogy Dávid táncoló példáját szem előtt tartva mondjunk dicsőítő imát.